Sziasztok! A mai videóban Lugánót szeretném nektek megmutatni, ez Svájcnak az olasz részén található, és szinte senki nem beszél itt németül. Lugánó számomra mindig egy speciális hely marad, ugyanis itt tettem a lábamat először svájci földre néhány évvel ezelőtt, úgyhogy nosztalgiával jöttem vissza. Nem olyan régen Eszter megkeresett azzal, hogy nyitnak egy Airbnb-t Lugánóban, és hogy szeretnék eltölteni itt néhány éjszakát a férjemmel. Nagyon-nagyon örültem ennek a meghívásnak, és alig vártam, hogy el tudjunk jönni. Mostanra sikerült összehangolni a naptárunkat, úgyhogy a következő néhány napban azt fogom nektek megmutatni, hogy milyennek látjuk mi a várost, de előtte nézzük meg a lakást, ahol megszállunk. Ahogy belépünk a lakásba, egy kis előszobába találjuk magunkat, innen nyílik a hálószobával egybekötött nappali. Ez itt a nappali része, tévé, Isten áldja azt, aki feltalálta a ventilátort. Ez a része itt a hálósarok, nagyon kényelmesnek tűnik. A fal másik oldalán egy polcos szekrényes megoldás található, és ott a szoba másik végében két óriási ablak van, az egyikről felhúztam a sötétítőt, hogy lehessen látni a kilátást is. És ami nekem különösen tetszik, hogy innen nyílik egy kis hangulatos erkély. Nézzétek, milyen aranyos. Azt el tudom képzelni, hogy itt iszunk a reggeli kávénkat a férjemmel mondjuk, ha éppen kávéznánk. És látszik, hogy a Svájcnak a mediterrán része, azok ott már pálmafák. És ez is. Ki lehet jönni az erkélyre a szobából, és a konyhából is. Nézzük meg a konyhát. Szintén az előszobában nyílik a konyha, ahol egy nagy ebédlőasztal található. És ha valaki hosszabb távra szeretné kibérelni a lakást, akkor főzési lehetőséget is biztosítanak az Eszterék. Itt a másik kijárat az erkélyre. Tadám! Az erkélyről pedig így néz ki a konyha. Az a szembe a hűtőszekrény. Van benne lekvár, vaj, ásványvíz, szénsavmentes víz, tej és egy üveg prosecco, és egy csomó hely pakolni valónak. Az előszobában nyílik még a fürdőszoba, ahol egy fürdőkád is található. Szemben a tükör, a mosdó, én, és itt az ajtó mögött a lényeg, a trón. Hát így néz ki a lakás, én nagyon hangulatosnak találtam, és alig várom ezt a két napot, amit itt fogunk eltölteni. Na de most vissza a városba, nézzünk körbe, gyertek velem! A lugánói tó, hölgyeim és uraim! Oh, ezzel a természettel valamikor be lehet telni szerintetek? Fantasztikus! Tudom, hogy már nagyon sokat mondtam, hogy imádom Svájcot, de tényleg annyira imádok itt élni. Na kezdjük akkor a városnézést. Az első dolog, ami szerintem mindenképpen érdemes megnézni, hogyha Lugánóban jártok, az a Szent Giorgio templom teraszáról nyíló kilátás. Ezt figyeljétek! Egész Lugánó látszik innen, a környező falvak és a hegyek. Rengeteg szabadidőprogramra van lehetőség, akár gyerekekkel jöttük, akár idősebb generációval. A Szent Giorgio templom, hölgyeim és uraim, mindenképp gyertek fel a kilátás miatt. Tegnap szerettünk volna egy vízibiciklit bérelni, és ezzel bemenni a tó közepére, onnan szerintem elég jó felvételeket lehet készíteni, de óriási hullámokat vert a víz, úgyhogy nem igazán volt mersünk hozzá, de ma tükörfényes a tó teteje, úgyhogy most jött el az ideje. Ami szerintem különösen nagyon jó az az, hogy kevés pénzből is lehet nagyszerű programokat kihozni, például egy fél óra vízibiciklizés 8 frankba kerül Lugánóban, és egy vízibiciklibe 4 személy fér el, úgyhogy akár egy családi program is lehet. Árakat tekintve ez itt a kínálat. Ajaj, ajaj! Grazie mille! Na, bejöttünk ide a tó közepére ezzel a vízibiciklivel. Mutatom itt. A férjúram ül a kormánynál, ami nekem megkönnyíti a munkámat kamerázást elén. Ez egy kicsi vízibicikli, amit mi béreltünk. Hátul van itt egy ilyen kis pad, nem tudom, hogy mennyire látszik, szerintem eléggé. Ott szerintem két gyerek fél el igazából, több nem. Elég nehéz ezt a vízibiciklit kormányozni, és nem tudom azt mondani, hogy nem félek benne. Mert úszni tudok ugyan, de 2 méternél mélyebb vízbe nem igazán szeretek bemenni. És itt pedig megcsodálhatjuk közeledről az olasz építészet remek műveit. Ezek itt egyébként lakóházak. Jó, rassan rájöttünk a nyitjára, gyorsan kell tekerni, és akkor lehet valamit irányítani rajta, mert egyébként nem igazán mozog ez a vízibicikli. És akkor a hullámverést érzi az ember az oldalán, ami azért elég félelmetes.
Az első néhány percben van az emberben egy ilyen halálfélelem, hogyha egyébként nem vagytok annyira jóban a vízzel, de aztán ez elmúlik. Kiskacsák, vigyázzatok, mert el lesztek ütve. Hú, jó újra stabil talán állni azért. Érdekes élmény volt, kár lett volna kihagyni. Gyertek, ti is nézzétek meg! Az előbb mi is ott voltunk benne a közepében, innen nem tűnik annyira félelmetesnek, de amikor ott van az ember egészen közel a hullámokhoz, egy pici lélekvesztőben, egészen más a helyzet. Ez a kis vonattal szintén lehet csapni egy kört a városban, még nem sikerült megtalálni, hol van a megállója, de bőszen keressük. Vagy ha nem szeretnétek sokat költeni a város nézésre, akkor csak felültük a helyi buszokra, a 2-esre, a 4-esre vagy az 1-esre, mint körbevisz gyönyörűen a tóparton. Ez az egyik legszebb közölyogú Svájcban, amit eddig láttam. Nézzétek, milyen szép. Még egy dolgot szeretnék mindenképpen megmutatni. Kitaláljátok, hogy mi az? Ez a templom itt. Gyönyörű. Ez a templom eleje. Az ott a bejárat. És itt van rögtön ez a gyönyörű kilátás. Amikor felállt a padról, a kilátás csodálása után az alsó testét elfelejtette magával vinni. Lassan a végéhez közeledik ez a néhány nap, amit itt tölthettünk Lugánóban, és remélem, hogy ezzel a videóval sikerült meghoznom a kedveteket ahhoz, hogy ti is eljöjjetek és felfelezzétek ezt a csodálatos kis városkát. Eszternek ezúton szeretném megköszönni a szíves vendéglátást és az Airbnb szállásához a linket megtaláljátok a videó alatt, hogy ti is tudjatok ott szállást foglalni, hogy szeretnétek. Köszönöm, hogy velünk tartottatok ezen az úton, és találkozunk jövő héten is. Sziasztok!